srácok, mi a helyzet véletek? Let's go! A chat még mindig nem működik, és nem is tudunk valamit csinálni. Úgyhogy nem örülök. Hello, bello. Hello, srácok. Egy kicsit meg mindig köhögünk, már teljesen jól vagyunk, csak még köhögünk, mert ez ja, ilyen... Hát még a maradék ilyen, még a maradék ilyen mindenféle halott bacik így kiszabadulnak. Még így kiköhögi a szervezet. Ja. Máté a meccset nem nézitek? De én szeretném majd nézni, a Krisztián annyit nem annyira nem érdekli, de én szeretném majd nézni. Ja, és én... nagyon remélem, hogy 4-0 lesz. Én legszívesebben streamelnék most estig, de... Argentinának. Ja. Szóval, srácok, itt vagyunk a... Ismét, teltem. A karácsonyi Minecraft sorozatban. Hello, hello, hello! Ez volt az intrója a Minecraft, karácsonyi Minecraft sorozatban. Oké, és Máté már ki is írhat szavazást, mint az elején. Máté, mi is elkezdtünk egy karácsonyi világot 2 hete. Sok grindolás után netherite szett, és építettünk mi is egy nagy karácsonyfát. Tök jó. Ó, gratulálunk. Ja, na, hát mi igazából ennyire nem megyünk rá így a grindolás szinten, hogy így nagy ilyen cuccaink legyenek, meg ilyenek, hanem inkább csak a... Ja. A... építés, meg ilyen hangulat, ja, meg ilyesmi. Máté, azt kell kiírni szavazásba, mondom. Hogy? Na, srácok, ti még ezt nem tudjátok, de én leszeretném vágni a hajamat kopaszra, mint ahogy tavaly évelején is levágtam. Ugye volt az a, az még csak tavaly évelején volt, amikor volt ez a videó. Volt ez a mosolygós videó, amikor levágtam a hajamat. Mondjuk akkor nem akartam levágni, most itt eszembe, de levágtam, és utána tök jó volt, mert tök sűrű lett a hajam, meg ilyen jó volt. És most megint le akarom vágni kopaszra, mert ilyenkor télen jó, mert úgyis mindenhova sapkába megy az ember. Hát igen. Meg te nem szerepelsz kamerán. Meg kicsit annyit. Most ilyen, hát igen, én nem szerepelek kamerán, meg kicsit most ilyen depis voltam, azt most kicsit ilyen jót tesz, ilyen fel, ilyen valami radikális de dolog nem történt. Pont, nem de jó. De jó lesz. Na, és le akarom vágni a hajamat kopaszra. És a Máté azt mondta, hogy szerinte ne vágjam lenne, és azt szeretném kiírni szavazásba, hogy ti mit gondoltok erről, hogy... jó, már is kiírom. És az legyen, hogy Krisz le akarja vágni haját kopaszra, és akkor én mondok egyet, hogy mi legyen az egyik szavazat, és te mondod a másikat, tudod, és én a de mellette lévő érvet mondom. Mi mit szavazzanak ezen? Az, hogy így vág le kopaszra, vagy úgy vág ki, le kopaszra? Krisz le akarja vágni a haját kopaszra. Egyik szavazási lehetőség. Let's go, Krisz! Úgy is csak útban van a hajad. Másik szavazási lehetőség. Ne tedd ezt! Na, Máté, szeretek fejfújtámaszhozni, most hányat nyomjak, mondj egy számot, megcsinálom. 127. Ja, 127, nem kell egybe természetesen, hanem így minél hamarabb vagy. Hanem így, ja, így, hát nem az, hogy minél hamarabb, hanem hogy a stream alatt nyomd le a 127 fekvőtámaszt. Ja. Mindenki csatlakozhat hozzá, ha szeretne. Ja. Én tegnap nyomtam, és most eléggé izomlázom van, úgyhogy én szerintem nem csatlakozok hozzá. Ja. Jól van. Na, várjál. Szóval a sindítása Krisz le akarja vágni a haját kopaszra. Jó, és akkor én mondom a izét. Jó, és akkor én mondom a izét. Mi legyen? Az, hogy muszáj arra szavazni, mert egyszerűen olyan jó ez a választási lehetőség, hogy egyszerűen muszáj arra szavazni. Igen. Na. Az, hogy... Mondjad? Mondjad már! Na, ne húzd az időt, Krisztián, még építenünk kell egy karácsonyfát. Let's go, Krisz. Igen, az úgy kezdődjön, let's go, Krisz. Let's go, Krisz! Igen, meg 19 karaktered van. Let's go, Krisz. Na jó, 20. Várja. 21. Na igen. Let's go, Krisz. Úgyis csak útban van a hajad. Szerintem az jó. Az nem fog kifejni. Úgyis csak útban van.
Jó, oké, az jó. Jó. Igen? Igen, az rossz izének. Most gondoljatok csak bele, srácok. Most, hogyha elmegy futni, és innen aerodinamikailag nézzük, akkor az csak belekap a szél, csak a hajamba. Lehet, hogy Chris úgyis csak útban van, igen. Jól írtam? Igen, és meg... Nein! Ne tégy ilyen ostobaságot. Na. Én ezt írom. Nein, ne tégy ilyen ostobaságot. Jó. Na, szavazzatok, srácok. Kiment a szavazás. Let's go Argentina, pontosan. Jól van. Na. Szerintetek ki fog nyerni? Én őszintén szerintem Franciaország fog nyerni, de nagyon szurkolok Argentínának. De hát ki tudja, nem tudom. Az a baj, nem tudom összemérni a kettőnek az erejét. Mert hogy ugye azokat nézem, hogy akik, hogy kikkel játszottak eddig. És bár amúgy Argentina az Horvátországot is elverte, meg Hollandiát is, és azért Hollandia az erős. Jó, és Franciaország meg ilyen tök gyenge csapatokkal játszott, amúgy most, hogy visszanéztem. Mert amúgy végül is Anglia is gyenge csapatnak számít szerintem most. Hát igen, mert 4-0-ra elverte Magyarország. Hát igen, meg ilyen izéket, ilyen egy-egyet játszanak ilyen béna csapatokkal, meg ilyenek. Szóval az nem erős csapat Anglia az egyáltalán. Ja. És akkor Marokkót verte, meg mit vert még el? Ja, hát Lengyelország se volt erős. Lengyelország az barzasztó volt amúgy. Csak azért szurkoltam. Ja, tehát nagyon szurkoltunk nekik a lengyel haveroknak. De hát, ja. A lengyel testvéreknek. Jól van, na. Viszont, srácok, én át is rakom a képet. És szerintem indulhat. Beengedem a Krisztiánt. Tegyen, az nem árt néha. Juhu, let's go, baby. Hello. Hello. Hello, mi ez a taló? Hello. Jön fel a nap, Azt a srácok januártól. Te is, neked is shadered van, Krisz? Most nekem is benn van valami. Srácok januártól olyan durva dolgok lejönnek, hogy nem ezt kell. Igen, azt de szép. Na, Krisztián, tervezet. Én Németországból nézek titeket. Komolyan, Németországból nézel. Hello. Ich bin very Deutsch. Ich bin very Deutsch. Na, Argentina 36% win, Franciaország 34% win, hosszabbítás 30%. Hát... Ki tudja, hogy mi történik. Nos. Krisztián, át kell beszélnünk, hogy mit kell akkor csinálni. Most egy karácsonyfát kell építenünk. Hova? Itt jó? Hát lehet amúgy oda. Vagy lejön ott a nap felé. Nem tudom. Nem jó, itt jó lesz itt. Miért megy le a... Szóval hangilangi. Ez a Minecraft, ez akkor egy ilyen trash, hogy beszarkod. Na. Oda, vagy oda, vagy hova? Hova építsük szerinted? Szerintem ott jó volt, ahol először mutattam. Igen? Aha. Szerintem, hogy jó, karácsonyfáú. Jó. Mikor csináljátok meg a setupról a videót? Azt hiszem, pont ma egy éves a stúdió. Szóval ma kellett volna megcsinálni. Nem, mert nem akkor csináltuk meg a videót, de szerintem karácsony előtt remek csináljuk. Végül is már fel is vehetjük amúgy, Krisz, mert szerintem nagyon már nem lesz változás a stúdióban addig, sőt, szinte semmi változás nem lesz. Jó, na, Krisztián, fát kell vágni, ahhoz kell rengeteg vas. Most tök jó videókat akarunk fölvenni. Izét is szeretnék, mi az story time videót, amikor rám esett srácka ablak a Kinder tojásos videón van. Na, abból szeretnék story time-ot. Szerintetek az jó ötlet? Szerintem nagyon jó, igen. Szerintem nem. Most miért mondod, hogy nem jó ötlet? Hát nem tudom, nekem az nem olyan
semleges nekem. Na. Igen. Nekem meg az semleges, hogy megöllek. Ja, nem szabad csúnyát mondani a másikról. De normális vagy? Igen. Nagyon vicces. Nem, én nem még normális. Degenerate. Én egy őrült vagyok. Hát az látszik. Őrült. Ja, srácok, plusz építettem a házhoz a Survivor pályán dolgokat, de csak kreatívban egy másik pályán, így tesztképpen, hogy néz neki jól. És nagyon jóra lukadott ki. Hát a Krisztián is azt mondta, hogy nagyon tetszik neki. Úgyhogy azt majd szerintem egy streamben meg fogom építeni. Ez a hóember, ez meg nagyon jó lett. Gajdix, 8 hónapja tag! Nagyon szépen köszönjük! 8 hónapja, aszta! Ha mosolygok, le kell vágnom a hajamból, #2. Tényleg, amúgy lekcsináltánk úgy, azt úgy... Ja, hát mintha én erre nem gondoltam volna, de itt vágjad már le a hajadat. Hát nem itt kell, hanem úgy kell, hogy mindig föl kell szaladni. No! Szóval akkor óriási karácsonyfa, az mit jelent az óriási karácsonyfa? Az, hogy óriási. Szóval... Nagy. Szerintem 4-es a törzse, az elég, nem? Ha? Hát, ja, legyen 4. Ja, de úgy lehet, hogy 9-esnek kéne. Az már nagyon vastag, szerintem. Szerintem-e? Az már nagyon vastag, szerintem-e? Nem vastag ez? Nem. Szerintem az egyáltalán nem vastag. Hát, attól függ, milyen nagyot akarsz csinálni. Hát nem olyan nagyot, hogy ez ilyen vastag. Hát de miért szerintem olyat kéne, hogy vegyen 40 blokk magas, nem? Ez. Szóval Gajdix, nagyon szépen köszönjük a tagságodat, hogy 8 hónapja tag vagy, nagyon király a koronád. Lassan egy éve. Jaja. Számoltam, olyan 4 hónap már. Mikor májusra leszel már egy éves? Ma te lehetek, Modi. Legnagyobb almom, hogy az legyek. En egy alapból, egy oly kis szegény családból érkeznem. És már akkor is falamra kretával ráírtam, hogy game kommandókával. Gyenge, gyenge. Kicsit még próbálkozz. Igen, amúgy gondoltam, hogy most így elkezdik majd így írni sokan, hogy ilyen ja, szövegeket. Ja, ez tök vicces. Ja, hát azért mondtam igazából. Igazából azért mondtam ezeket. Ja. Zsolt Nagy, 2 hónapja tag! Nagyon szépen köszönjük! Ciao, hello! Ciao! Már rég nem láttunk itt a streamen. Miért? Köszöntünk láttuk, nem vagy igen? Ne, hogy is, hogy 2 streamet nem láttuk talán, de amúgy szerintem már láttuk folyamatosan. Na, fát kell vágnom. És kell nekem spruce fa, meg lomb. Úgyhogy szerintem távolabbra elmegyek, és ott fogok fát vágni. Let's go! Basszus, majd elhagytunk. Én azt nem értem, hogy ez a játék, ez megőrült. Aha. Ez a játék, ez megőrült. Ez a játék, ez megőrült, mert nem vagyok, hogy kihűlt. Pedig a hóban azt kéne, hogy legyek, de nem vagyok, mert megőrült. Nem értem. Egyszerűen nem értem. Na mindegy. Most... Az előző streamben az volt a baj, hogy nem 60 FPS-en volt, most 60 FPS-en jobb. Ja nem, ugyanaz. Úgyhogy már jó. Sőt, még rosszabb, mert leérni az FPS-t. Na mindegy. Ez játék, ez megőrült. Szóval egyszerűen nem tudom felfogni ezt a játékot. Egyszerűen nem értem. Elvetem ült. Zsoltán, nagyon szépen köszönjük az 1000 forintos támogatást! Köszönjük szépen, let's go, baby! Meló miatt nem mindig tudok jelen lenni. Ja, értjük. Hát igen, semmi gond. Hát ez a ti szórakoztatásotokra van, hogyha éppen szórakozni szeretnétek, akkor bármikor bekapcsolódhattuk a live-ba, értek, szinte 0-24 mindig megy a live. Ja, folyamatosan. Úgyhogy igazából bármikor.
nagyon-nagyon szépen köszönjük a támogatásodat. Let's go, mehet egy óhét. Mert Zoét a chatbe, srácok. Ja, de hogy nagy Zsolt. Ne így mondjuk, ahogy írja ez a... Zsoltnak, én mindig úgy mondom. Nem tudom, hogy szereti Zsolt azt, hogy nagy. Zsolti, meg ilyesmi, úgyhogy csak ma simán mondom, jó, csak mindig azt mondjuk, hogy Zsolt nagy. Hát mert az a neve, hát most... Hát de nem, hanem egy nagy Zsolt. Hát de úgy értem, hogy Zsolt nagy, úgy van írva. Hát azt mondom, hogy úgy van írva, de igazából nem úgy kell, hanem úgy, hogy fordítatod. Jó, és? Tudod, mert Magyarországon vagyunk, tudod. És a Big Johnny, amit úgy hívnak, az a neve a YouTube-on, ja. Akkor John Biggie, úgymond. Jaj, most majdnem mondtam egy ilyen elképesztő híres rappernek a nevét, amit nem szabad a csicska YouTube-on mondani. A Bigről jutott eszembe. Yeah. Ha-ha-ha, Dávítás. Na, vágjunk ezért? Csicska YouTube-on. Ja, vágjunk fenyőfát akkor. Én már vágom. Mi volt ez? Ja, igen, te már vágod is. Ti hallottátok? Jaj. Én azt nem tudom felfogni, hogy miért jó az bárkinek, hogy bemondom a nevét. Bemondod a nevét. Ez miért jó? Hát meg tudja mutatni a haverjainak, hogy ilyesmi. Hát akkor írjon valami mega epic király kommentet, és akkor felolvasom. Hát igen, amúgy. Igen, csak a részvételért nem kaptok jutalmat, srácok, azért meg is kell dolgozni. Ez olyan, mint hogy elmész egy futóversenyre, az is nem kapsz érmet, mert csak ott vagy, hanem jól kell teljesíteni. Ez ugyanígy van a Flash kommandós, vagy a Game kommandós chatben is. Ha jól teljesítesz, akkor bemondjuk a nevedet. Azaz, hogyha vicces kommentet írsz, de csak azt mondod, hogy hé, mondd már, bemondtad a napam. Akkor nem mondjuk be, mert az teljesítmény. Teljesítmény. Nincs mögötte. Nincs mögötte teljesítmény. Nincs mögötte teljesítmény. Mi csak teljesítmény alapján fogunk jutalmazni. Ja. Leesek. Na mindegy. Teljes. Nagy Zsolt, te... mit dolgozol? Hát nem kötelező elmondani, csak úgy kérdezem, mert így kíváncsi vagyok rá meg, hogy szereted-e a munkádat, ilyesmi. Mi hol dolgoztunk? A Máté az nagyon sehol, mert ő mire felnőtt, addigra már tulajdonképpen szinte elkezdtünk YouTube-on. Dehogy is. Csomó olyan dolgoztam. Hát én építőiparban. Itt meg ott. Építőiparban dolgoztam sokat. Ilyen, hát ilyen segédmunkás, ilyen falat fúrtam, meg ilyenek, olyan asztalos munkákat szoktunk. Akkor régen voltam erdőn, fakitermelő emberke. Hát nem erdész, hanem mi hogy mondják ez? Azt? Favágó. Favágó. Favágó is voltam ma. Hát igen, onnan van még az a piros ilyen, ja, az pulcsid még onnan van. Nem, az nem onnan van. Ezt csak úgy vettem. Decathlonban. Ez nem igaz, majd nem értetted. Ja. Ja, úgyhogy ja. Ja, úgyhogy ja. Úgyhogy ja. Egyszer voltam valami gyárba is, ilyen próbanapon, de a gyár, én gyárban nem tudnék dolgozni. Csak egy napot voltam ott. Azt mondtam, hogy ox, köszönjeli. Ox. Ox. Ezt mondtam, hogy ox. Mikor dolgoztam még? Biztos, hogy dolgoztam még valahol. Jó, de sötét! Nincs nem fákja. Ez bizony probléma. Na! Meg vagyunk. Ilyen építkezéseken jó. Amúgy jó dolgozni ugye építőiparban, csak egy baj, hogy ilyen mindenki ilyen alkoholista. És ugye, hogy több brigád van ott, mert nem csak, mit tudom én, glettelsz, vagy asztalos munkát csinálod, vagy ilyesmi. És akkor ugye ott van még a, mit tudom, a villanyszerelő, meg ott van még a akárki, a burkoló, meg a kőműves, meg ilyenek. És mindenki egy alkoholista. És az megmutatom, hogy írta. Nem látom. Ja, de ezt szoktad látni. Mindig írnak, és sose látni. Nem is.
Mindig írnak, sose látom. És mi bajod van, Krisztián? Nem bírsz beszélni. Milyen shader pack van berakva? A kompetizione. Nem, mi az? Komplementári shaders. Kompetizione shaders. Komplementári. Van még, izé. És nyitva adja a ládát. Ez az ököl. Mi kéne, ha volna? Miért? Mi kéne, ha volna? De jó, az régen mindig mondogatták az emberek, és most már nem mondja senki. Máté, ezt csak ezt figyeld, Máté, ezt figyeld! Oasztoa. Tetszik, tetszik. Oasztoa. Nem tudom, mi baja van a játékomnak, egyszerűen nem értem. Így 60 FPS-en megy, de így, mintha ilyen kettőn menne, olyan. Full olyan. Nézd már meg, Krisz. Figyeld. Mint egy ilyen kettő menne. Nem tudom, szaggat. De miért? Srácok, ti nem látjátok, hogy szaggat a játék? Visszanézhető lesz a stream? Igen, ott van a kommandós streamek csatorna a leírásban, és ott lesz visszanézhető. A leírásban ott van egy kommandós streamek csatorna, iratkozom fel mindenki, aki esetleg még nincsen. Aludjunk már, mert nem látok semmit, mert nincs fákjám se. Ja. Ja, de amúgy van nálam ott fákja, most nézem. Nem, nem. Picikét. Aha. Őrült! Ne legyen szabályos a fal, ne kétszer kettő vagy háromszor, hanem ilyen élethű. Hát de a fenyőfa az alapból fenyőfa is egyenes. Az alapból ilyen. Ez teljesen egyenes. You can't rest now. Monster nearby. Őrült mini zombi! Őrült mini zombi! Na. Végül Normandi vagy Lutz fenyőt építetek? Normand vagy Lutz fenyőt építetek? Hát Normand, szerintem... vörös fenyőt. Na. Vagy ezüst fenyőt, vagy erdei fenyőt. Erdei fenyő. Ú, az de szeretem. Van a szülinapom. Boldog születésnapot. Boldog születésnapot. Kristóf, nagyon szépen köszönjük a 2 eurót. Wow. Gyerünk kopasz, Krisz. Légy kopasz, barack. Let's go. Az is leszek. Hát amúgy az leszek, csak kérdezem a véleményt. Nem a shader miatt szaggat, mert nem megy le az FPS-em. Nem megy le az FPS-em. Jó, mondjuk most pont lement 50. Nem megy le az FPS-em. Miért megy le az FPS-em? Miért? Váj! Hallod? 280 milliárdod. Hol vagy? Meg fogsz halni, te is ott vagyok melletted. Miért halnék meg? Nagyon vigyázz, Máté. Azonnal meghaltam valami. A instant megöl, de azt írja, hogy zombi. Nincs itt semmi. Mi volt ez? Zombi, azt hitt, hogy zombi ölt meg. Azon, egy ütéssel, így fogtam, és csak meghaltam azonnal. És égtem, szóval valami ilyen ignite-os karddal valószínűleg, vagy baltával, vagy nem tudom. Ja, de az nem lett a... Ez mi volt ez? Ez már ezt tudod, mi volt? Na, mi volt? Krisztián, hozzál létrát, légy szíves. Van még létra? 2 létrám van. Ugye nem itt vágod a fákat? Igen, de visszaültetem. Ne itt vágd a fákat, menj be az erdőbe. Itt vágom, csak visszaültetem. Hozzá már létrát, légy szíves, és építsd majd fel. Tudod, hogy ne kelljen mindig leugrálnom, meg ilyesmi. Jó. Hülyék vagyunk? Hát de azt te bontottad le azért, hova tetted a létrát? Én nem tudom. Ja, itt van nálam. Akkor jó. Fú, de leütlek. Na. Ez mi lehet, ez srácok? Ez szerintem valami nagyon ritka, nagyon erős, enchantos kardos zombi lehetett. Mi az, ami ízét ad? Sharpness, ugye?
Mi lehetett ez szerinted, Máté? Teli volt az életem. Szerintem semmi. És azonnal megölt. Így vágtam a lombokat az ollóval, és így ezt csak kigyulladtam, és meg is haltam. És a hátam mögött ott a zombi, és azt írta, hogy megölt egy zombi. Úgyhogy szerintem ez egy gyémánt kardos halálosztó. Ilyen sharpness-es, mit tudom, sharpness 3. Gyémánt kardos halálosztó. Sharpness na. 3 ignite. Az a baj, hogy ehhez, Krisz, hogy ilyen magas vagy ilyen széleset építsünk, ahhoz ilyen ultimate magasat kell, és annyi fát nem fogunk tudni kiszedni. Daj, nem. És tudom, mit kell nézd? Nézd, mert ott vagy tömzsi lesz. Ott már építheted izével, Máté, ott már építheted 4-essel. Mert ugye az már az eltakarja a lomb. Hát, hogy 9-es, és utána bele a 4-es. Akkor 1-es. Ja, mert úgy, vagy hogy van a 9-es? Hogy van a 9-es? Várja. De nem, azt nem az értem, 4-es. Hogy... Ja, vagy 1-es. Hogy, ez remek volt. Ja, igen, az úgy nem jó, ha. Na várjál, hadd nézzem meg. Lemegy az F... De... Ez a Minecraft, ezt megfogom, és felrobbantam. Komolyan mondom. 2%-on megy a számítógépem. A processzorom is, meg a videokártyám is. Jaj, de butucska vagyok, mutucska. Mert hát hogy nem butucska, mutucska? Nem tudod elmondani nekem? Hogy lett ilyen butucska, mutucska, te tudod? Várjál. Hogy lett ilyen butucska, mutucska? Várjátok, most keresem, hogy mi a... Ja, 8 giga RAM, és abban csak két és felett használ. De már egy nyugis stream, a karácsony stream. Ezt értem, csak hogyha laggol, Máté, akkor nem tudok mit csinálni. Akkor laggol. Akkor de nem lem laggol, mert ne laggoljon. Jó, mert idegesít, mint az állat. Tök mindegy, nyugis stream. Hogy de ez így nem nyugis, hogy úgy megy a játékon, mint hogyha ilyen potátó PC, ilyen laptopon játszanék. De ne idegesítsen. Ide ne ültessé fákat. Menjél be az erdőbe, és ott csináld. Most még egyszer megütsz, és meghalok. Hát meg is ütlek mindjárt, hogyha beleszólsz. Nyugi stream, nyugi stream! Én tök nyugis vagyok. Na, akkor ne hisztizni. Oh! Let's go! Ez podzollá alakítja a fődöt. Szóval tudtad ezt? Mondom, ide ne ültes, nem fogod fel. Normális Let's vagy? Let's go, poddol! Azt de hangi! Srácok, egy 1-10-es skála mennyire hangi? Ez undarító. Ez undarító, néz ki. Hol undarító a poddol? Az a legjobb ever. Ezt tisztben kattam, Máté, srácok. Nem, csak itt megcsinálok mindent, itt körülötte, te meg elcseszed. Most akkor itt tök fölösleges építkezni, ez az hogyha effektív farm, ezt te figyeld. Most itt elcseszel mindent nekem. Nem csesztem el semmit. De igen. Effektív. Farm effektívség 100%. Ne legyél ilyen irritáló. Ne csinálj. Én vagyok irritáló. Igen. Te vernyákózik, mint egy vércse. Inkább csinálják kaját, mert nincsen. Hát, még jó, hogy nem vagyok irritáló, és csináltam már. Itt van te, okos tónci. Na várjál, 4, na, legyen 4, akkor 5-ösön kezdődjön. Na, mert mit írtak a srácok? 1-10-es skálán milyen hangot se poddol? Hm? Mit írtak? 2/10. 2/10 csak. Hát, ez nem olyan jó. Szedd ki, és jó, ne ültesse oda fát, mert direkt Máté, mondtam, hogy ne ültesse Máté, fát. Ott van egy. Ott. Nem tudom melyiket direkt... De nem tudom, de én direkt azt mondom, hogy ne ültessük oda fát, mikor én direkt pont oda akarok. Ej.
és tudom, hogy megszabad nekem, hogy én tavaly ügyethetek. Na, várjál. Izét kell még majd, mondom. No. Ugye ez legyen a legnagyobb. Gyerünk, nőj meg, nőj meg! Nem nőtt meg direkt. Ez kell legyen a legnagyobb lombja. Uh-huh, uh-huh. Poddol. Most ez hogy van? De annak hatalmas nagynak kell ám lenni, aztán, hogy remélem szépen. Tudom, azt mondom, hogy ez a legnagyobb. Ne idegesíts fel. Pecázok még, hogy legyen kajánk. Azt jó teszed. Na. Jó. Jups. Fishing road. Itt már elcsúsztam valahogy. Nem tudom, hogy hogy, de sikerült elcsúsztam. Burr. Mert itt mindenhol hármat kell rárakjak, itt meg már öt van rárakva. Szóval ezt hagyj, hogy csináltam ezt? Na várja. Megnézem. Próbálgatom közben, hogy 1, 2, 3, 4. Let's go, egy, babe. 1, 2, 3, 4. Ja, mert akkor itt még kell egy. Ja, értem. Jó. Oké. Okay. Ez úgy legyen, ugye, legalábbis én úgy próbálom megépíteni, hogy ugye kijön, bemegy, kijön, bemegy, kijön, bemegy, kijön, bemegy, kijön, bemegy. És akkor úgy lesz. Aha, hát igen. Ezt úgy kell. Én is úgy csináltam, hogy most teljes végeredmény nagyon rossz lett, mert túl hegyes a lomb. Hogy érted? Hegyes. Hát szerintem az, hogy hegye van. Tudod, hogy ki van hegyesedve. Tudod, ilyen háromszög. Nem? Hát, de én háromszögestet akarok csinálni. Megőrült. Megőrült, Kendura. Kendura, megőrült Kendura. Hú, milyen lassan jön az izé. Neked nem akad a játék, Krisz? Nekem nem. Nekem ugyan nem. Ám, de amúgy csak én már úgy megszoktam, hogy engem nem érke. Azt a mennyi csirke, let's go! Let's go, mennyi csirke, let's go! Oasztoa, mennyi csirke, oasztoa, let's go, mennyi csirke. Basszus! Hát ez... Igen, ez most... Most itt nagyon jó lesz, mert hogy... Folyamatosan hárommal ki kell építenem. Maximize the csirkes. The csirkes. Maximizolom the csirkeszt. Valamiért olyan, mint a 30 FPS-en menne. Nem értem, hogy miért. Az előző streamben, hogyha levettem, vagy felvettem unlimitedre az FPS-t, akkor jó volt. Most nem az. Valamiért. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy mi baja van ennek a játéknak. Most már az is fel van telepítve. Sódium. Nem az Optifine. Szerintem ki nem állhat engem ez a játék. Nem akar normálisan működni. Szerintem ez így most már elég kell, hogy legyen. Jó. Oké, okay. És akkor jött a következő adag, ami úgy fog jönni, hogy kettővel beljebb.
Máté, izé van. Holdfagyatkozás. Igen. Uh-huh. Ó, tényleg. Milyen fura, hogy neked is az van, meg nekem is. Ja. Milyen fura. Milyen fura, hogy neked is az van, meg nekem is. Ha ha ha. Let's go. Jó, nagyon sötét van, bocs, srácok. Ja, amúgy ide berakom, és akkor nem lesz az. Főnőtt már ez a fácska. Ej! Ja. A föntebbi szinteken már lehet spórolni majd a lombbal. Spór. Podzol. Mert hogy ugye... Masta, de jó az a podzol, masta. Na most... Na mindegy, ezt majd ki kell ötölnöm, hogy ez hogy lesz, srácok, mert... Fogalmam sincs most még róla. Na mindegy. Composter. Composter. Ki látta már a Wednesday-t? Hát, se remélem senki, és nem is fogja. Én nem. Igen. Én nem láttam még a Wednesday-t. Már nem is fogom. Netflix. Nekem ez a Netflix, ez olyan szinten irritál, hogy valami borzasztó. Ja. Már csak azért is, mert azért még az Instagramra egyszer kirakni posztot, hogy azért, hogy sátál is fel. Szóval ez nagyon nem szimpi. Természetesen. Nem, mi volt? Hogy hail the sátán. Ja, valami ilyesmi volt. Ez volt a passz. Sátán, vagy valami ilyesmi. És azt posztolt. Ja, és azonnal letörölték. Ja. Egyet meg csináljak be? Várj, Krisz, nézd már meg, hogy jó-e így az ív karácsonyfának. És hogy egyet még rakjak-e? Hát rakok. Azon nem újjon. Azon nem újjon. Hát még szerintem lehet nagyobb amúgy egyel. Mi nagyobb? Kéne aludni, Máté. Na, örülök neki, hogy kéne aludni, de nem tudok mit csinálni most. Azzal, hogy kéne aludni. Jó, hát akkor ne aludjunk. Ja, ide. Akkor halljunk, csak meg nyugodtan. Jó, ez nem jó helyen van, szerintem. Mi? Hát ez a fenyő... Ha próbálom kinöveszteni, de már rányomtam 30 bombilt, és nem akar megnőni. Azt nem fog kinőni, akkor hagyjad. Ide kéne amúgy, Miért érzem úgy, hogy ez a videó elálmosít, mert este van benne? Hát, ja. Nem tudom, de amúgy én is csak elvagyok álmosodva. Valami megtámadott. Mi ez? Nincs is itt semmi. Ja, de ott van a mocsok. Á! Támad megint! Támad a Zerult! Építsetek egy hatalmas mézes kalács emberkét. Hát jó, majd lehet. Csinálunk olyat is. Elfogyott a lombom. Lompom. Úgyhogy ebből... Ahogy, hogy gyere aludni. Ebből ilyen ultimate mennyiség kell, Krisz. Jó, akkor gyere aludni. Mert hogyha nem jössz aludni, akkor nem lesz semmi mennyiség. Vagy vigyél oda föl magadnak ágyat, azt van, tedd le. Jó. Úgyhogy tudok aludni. Csak hogyha nem 10 FPS-en menne a játékom, akkor még jobban örülnék. Fejezd már be, ne ez legyen már egész stream. Jó, csak nem tudok így játszani, Krisztián, mert tenni szaggat a játék. Jó van, már üdvözöllek világomban. De jó van, már milyen világodban? Nekem csak úgy van. Izé, NASA PC-dnél neked is. Hát jó, azt nekem is. Na. Nekem is akad. De hogy érted? Legyünk. Ops, megcsinálok még egy ollót. Szerintem jól néz ki nagyon. Szerintem is. Csak talán picike. Nem picike. Csak talán picike. Csak nem lesz picike. Picike. Nem picike, egy picit se picike.
Jó. Kell még lamb. Lompő. Aha. Kell még lompő. Már is megyek, Máté. Mi lehet még az? Jó-hú! Megyek lombot vadászni. Hú, de jó lesz, vagy lombászni. Let's go, let's go. 56-ra nem érzett Hey, hey, ho, hey, hey, ho. De jó lesz a lombvadászi, jó. Nem muszáj fát kifákjázni, mert levélre nem tud teremni mob. Hát nem is azért fákjázom, mert a mob terem rá, hanem azért, hogy szép legyen este. Hogy szép legyen. Az egy fáuk jázza ki, hogy szép legyen. Ja, kell még olló. Csak egy pár ollót. De jó, hogy ide raktad ezt a undormány barna ilyen, mint a ide. Azt a nagyon király podzolt. Máté, ki leszel rúgva a streamből, mert nem tartod be a szabályokat. Te leszel kirúgva. Hát, én nem vagyok betartom kirúgva, én nem a szabályokat. Engem nem lehet kirúgni. De. De, ja, persze. Jó, a Mr. Diktátor. Hát, pontosan, engem nem lehet kirúgni. Telkedeket nem kell betartani a szabályokat. Ez jajon már meg menet. De be kell, csak hogyha ilyen... Akkor tartsd be a szabályt. Őrült és ne idegbetegeskedj, meg őrültkedj. Te őrültkedsz. Te őrületesen. Jó, csak én nem tartod, hogy ez milyen rohadt irritáló. Ja, én nem tudom, hogy hogy ilyen aki a laptopon játszott egy két euró. Kristóf, nagyon szépen köszönjük a 2 eurót! Let's köszönjük go. Szépen, let's go! Szerintetek ki fogja megnyerni a foci VB-t? Hát nagyon reménykedem benne, hogy Argentina, de őszintén szólva szerintem nagyobb esélye van Franciaországnak. Ja. Én meg nagyon de hát majd meglátjuk. Én meg nagyon remélem, hogy Azerbajdzsán, de őszintén szólva szerintem nagyobb esélye Türkmenisztánnak. Uh-huh. Rapper Creeper. Miért? Why? Tehén. 2 tehén! Ja, azokat majd haza kéne hozni. Meg amúgy izét kéne valahogy zombi dobhatna már. Ez egy rejpát, azt akkor lehetne hozni. Szabolt, nagyon szépen köszönjük a csatlakozásod! Let's go! Köszönjük szépen a csatlakozást! Üdvözlünk az elképesztő értetlenül Perzuber kommandós szinten, ami nem mást ad neked, mint neked. Egy nagyon hiper-szuper korona a nagyon hiper-szuper neved mellett. És továbbá még az is lesz, hogy használtad a hihetetlen király emojikat, amiket saját kézzel faragtunk a Mátéval. Hát leginkább a Máté, de így, hát én így segítettem neki, hogy az úgy szar, csináld meg máshol. Nem, az összes levél, meg minden, amit összefér. Minden, az összes levél, meg fa, meg balta, meg olló, meg ásó, meg kaja, meg tecabot, meg minden beleesett a lábába. Úgyhogy na, minden. Ezért kell lerakni néha a cuccaidat. Tök mindegy. Tök mindegy, mert akkor most benne van a ládába, és akkor most nem jó, veszik el. Most az a legjobb, mondani, hogyha elveszi. Ilyenkor lehet mondani okosságokat mindig. Miért van a erdő közepén, inkább azt mondja meg valaki. Hogy miért kell benne úszni? Miért van az erdő közepén? Azt amennyi minden megmaradt. Ide félre esett a... Hogy hívják be, egy csomó minden. No! Hölgyem uram, hölgy uram. Köszönöm. Hú, ez nagyon izgalmas volt, egy kis láúba. Nagyon. Na. Na, mi maradt meg? Hát, egész sok dalag megmaradt. A baltából mind a kettő megmaradt, az összes lom megmaradt. Krisztián, színes gyapjukat gyártsál, jó? A dírt is megmaradt. Menj egy üres füves területre, és nyomkod rá a csontport. Jó, hát az most a lombot én azért farmolom, nem azért, hogy neked adjam, hanem hogy legyen lombom, hogy tudjak csontport gyártani. Ez miért jó neki? Na mindegy.
Mert mit gyártasz a lambalgy sandpart? Hát a komposzterme. Ja, remek. Nagyon örülök neki. Hát úgy lehet, hogy leggyorsabban csontpart gyártani. Most mit csináljak? Akkor gyártsának egy gyorsabban, és akkor... akkor nekem menj az és jó. Öljél csontokat. Jó, öljél te. Honnan, hogy keres, onnan találjak én csontot, te okostalunk. Ha netherbe lemegyünk, és a bone-t kiszedek, na az jó. Na, abból jó sok csontpart van. Csak az le kell mennem netherbe. Nekem az is jó. De még a netherbe, akkor... Nekem tökéletesen megfelel. Miért? Az nem olyan hülyeség. Azt nem mert mondod. Mert a karácsony streamben nem járunk a pokolban azért. Jó, persze, tudom. Csak hát te nem jársz, csak én lemegyek. Jó, akkor szerezd gyémántot. Minek? Jó, akkor ne szerezd gyémántot. Hát jó, a vassal is. Full vass szedbe, ott simán el vagyok. Ja. Tényleg el vagy full vass szedbe. Nem. Jó. Mennyi? Na, mehetsz. Indulj a netherbe. Mehetsz. Indulhatsz, nem vagy már? Hát de szedtünk, ha ott van 7 gyémántunk van. Kell csinálni egy csatányt. Fogtok majd Mikulást építeni? Nem. Mikulás nem, mert az nem az karácsony. Az nem karácsony. Ugye? Közös nincs karácsony, Mikulás az a Mikulás. December 6-án van. Betlehemet fogunk. Hogy mi van? Jó van. Felőlem! Így is lehet. No. Nagyon furán van most, nem értem, hogy ez kis tény fura. Ó, Máté, ezt figyeld, let's go! Amúgy ezt kellett volna, csak oda beültetni egy ilyet, és akkor tudná erre csak ezt csak így körbe kell. Ez én itt ad. Mi? Hát ezt figyeld. Egy ilyet beültettél volna, de ezt csak még egy kicsit körbe kell építeni. Tudom. Ezt mondtam. Csak azt mondtad, hogy ne. Ki mondott? Mi nem is beszéltünk erről. Fogod is így fő. Azt mondtad, hogy hármas legyen. Hát jó, csak beülteted ezt, és csak körbeépíted. 3x3-as. Még egy réteggel körbeépíted. Érted? Szóval nem. Akkor az nem hármas, hanem mit tudom én, 4x4-es. Az már nem... Na. Az már nem hármas. Hát akkor úgy építed, hogy csak így egy L-alakban épített körbe. De az még jobb. Az a 3x3-as. Milyen L-alak? L-alakba körbeépíten. Ja, uh-huh. És úgy 3x3-as lesz. Na, így kéne legyen a fa. Így milyen jó meg. Ja, így hagyd is így. Hát innen, ha megnézed. Ja, így hagyd is így. Na, még van a streamek, srácok, sziasztok, hello! Ez a karácsonyfa. Fa alá ajándékot is építhetnénk. Igen, tudjuk, azt szeretnénk is. És fogunk is. Let's go! Wufi YouTube, nagyon szépen köszönjük a 400 forintot! Köszönjük szépen! Let's go! Én Flash Commandos pulcsit kértem karácsonyra. Ez komoly! A legjobb ajándékot kértem karácsonyra, ami mit létezik. Ja. Nagyon jó. Bárcsak én is kérhetnék Flash Commandos pulcsit karácsonyra. Pont amúgy most mondtam a Máténak tegnap, mert mentünk el vásárolni, és a Flash Commandos pulcsimba mentem, vagyis hát a jába időzbe, abba mentem. Tehát igazából ugyanaz. És nem is fáztam egyáltalán. És amikor meg nem az volt rajta, hanem egy másik fajta pulcs, akkor meg tökre fáztam. Szóval az elég jó, elég jól tartja a meleget. Ezek a pulcsik. Nem tudom, hogy milyen márkájú, amúgy már, mint hogy maga a gyártmány. De az a... Jó. Aj, mi a neve? Tudod, ami benne van írva hátulra. Igen, tudom, ami G betűs. Igen.
Szabika, Bika, nagyon szépen köszönjük a 200 forintot! Let's go! Ha nézzet, hogy van pénzám! De tényleg, mert amúgy én attól féltem, hogy így lesznek ilyen termékek, és maga az alapcucc az ilyen rossz minőségű lesz, de nem. De ezek iszonyatosan nagyon jó minőségűek, de tényleg. Ja, meglepődtünk. Mert az O7 a csendbe, srácok! Plusz, azt még nem tudom, hogy mondtam-e már, de pillanat, és mondom. Csak ide elfélre megyek, hogy nehogy megsebesüljek. Na húj! Már is megnézem nektek, srácok, hogy... a Pentashop per Flash Commando oldalam. Itt is van, ilyes. Na igen, vannak már sapkák, srácok, és nagyon királyul néznek ki, szerintem. Ja, mondjuk olyat még nem kaptunk, úgyhogy még nem tudjuk, kaptunk, hogy az milyen megmutatni. Minőségű. Igen, igen. Reméljük, hogy az is jó. Viszont a Flash Commandos pólóknak csökkent az ára, a JABB-s pólóknak is csökkent az ára, a pulóvereknek is csökkent az ára, a kommandósok a legnagyobb királyok, annak nem. Viszont a póló, az csak 5000 forint. Nem akció, ez véglegesen így van, hogy most már ennyi az ára. Úgyhogy nagyon király. Annyi, hogy a másik ilyen másféle nyomtatási módszerrel van rányomva így a az a minta. De, és bár olyat mi még nem kap, vagy nem kaptunk, és nem tudtam megnézni még, de szerintem biztos, hogy nagyon jó. Majd meglátjuk. Máté. Az újak azok már egy ideje, szerintem már több mint egy hónapja úgy mennek ki. Mondja, hogy hogyha rendeltetek pólót vagy pulcsit, akkor azzal a azzal a módszerrel van megcsinálva. Mit mondjál? Kéne aludni. Aha. Nagyon örülök. Szedtél lombot? Nem. Hát szedek, csak baj. Csak a fát. De már fa nem kell olyan sok, ugye? Az már nem is kell. Mondom, egyáltalán? Szerintem egyáltalán. Mert amúgy van még most 2 stack izén van fám. Már alszol? Még nem. Még nézem a halamat, hogy mikor sűj már. Jó, én alszok. Oké, és meg én is. Let's go! Te nézitek majd a VB döntőt, 16-kor kezdődik. Igen, szeretném. Ja, hát én szerintem... egy óra múlva. Annyira nem érdekel, hogy nem. Egyszerűen nem tudom magam rávenni, hogy érdekeljen. Igen, eddig te voltál nagy... Igen, de mióta nem fifázok, azóta nem érdekel. Csak a FIFA miatt érdekel. Ja, csak a játék miatt érdekel, gratulálok. Hát, jó, és akkor mi van? És akkor mit csináljak? Akadszam fel magam. Na. Ez megőrült. Na. Igen, te őrültél meg, te őrültél. Jaj, és tudom már, miért gyullasztott föl. Nem ignite-os volt a fegyvere, hanem szerintem fölgyulladt a zombi, meg kijött a napra. Pontosan. Hopsz, Máté, ezt nem van vettük figyelembe. Ezt nem vettük figyelembe. Van már lombod? Szerintem figyelembe. Mit? Hogy kiolvad a jég alatt, tudod. A fákja miatt. Nem, csak. De. Benézd meg, a izé alatt is ki van. Mi alatt? Itt is ki szokott olvadni. Hol van? Az nem olvad ki. Itt nézd már, hogy mindegyik van, a fákja nézd, alatt olvad itt, ki. Itt. Krisztián. A lomb alatt ki olvad. Nem olvad ki a lomb alatt. De. Nem olvad ki a lomb alatt. Ki olvad a lomb alatt? Nem. Itt a fákja alatt. Jó, lomb. Csak nézd meg, itt a lomb, és ki olvad alatt. De nincs alatt. Nézd meg, itt ér a víz fölé a lomb, és ki van olvadva. Jó, itt is a víz fölé ér a lomb, Máté, és nincs ki olvadva. Ezt figyeld! De ez neked is itt van, ez az egy ilyen lomb, és így megy itt az árnyéka. Igen. Olyan ott a lomb. Let's go.
Let's go, let's go. Ja, tényleg. Ott van egy lombsasz. Haha, let's go. David, szás. Let's Na, van lomb nálad? Nem, tudod, mi van nálam? Ezt figyeld. Hát ez nagyon jó, mert erre nincs szükségem. Lombot hoztál? Lombot. Még nem, de hozok. Jó. Máté, de amúgy van, most itt eszembe. Hát olyan nézi, olyan szó létezik, hogy lomb. Mert a lompos farkú róka. Az ugye lompos, szóval lomb. Lompok mm-hmm. vannak rajta, lompos. Na jó, jó. Na. Ez telekülyen néz ki. Azt kell, hogy mondjam. Szerinted is? Szerintem is nem. Szerintem is nem. Hát egyenlőre előre hülyén néz ki, de szerintem... Mindjárt új év előre bújék. Hát azért az még messze van. De szerintem viszont ez ne már kevesebb, mint egy hét, és karácsony, srácok. Ja. És srácok, én a új évre olyan király ötleteim vannak, mert ilyen izét csinálok, hogy ilyen feladatokat adok magamnak jövő évre, és folyamatosan mindig lesz valami feladatom minden hónapra, össze van írva, hogy ezt meg ezt kell megcsinálni. Hát leginkább sportolás szempontjából, meg YouTube. Ilyen YouTube videók készítés szempontjából. És ja, és mindig lesz valami feladatom, és akkor tök jó, mert tök sok videó lesz, mert megpróbálom betartani 100%-osan. Vagyis hát nem megpróbálom, kötelező betartani. Ez nem jöttet valami, srácok. Minden feladatot, amit így összeírtam magamnak. Úgyhogy jövőre így tök sok videó lesz, mert mindig, ha betartom, akkor mindig lesz egy rakás videó. Hát ez nem oldotta meg. Na, Chris. Chris. Most mit csinál ez? Mi az? És melyikben volt? Mi az? Mondja csak, mit kezd, mi van, mondja. Szóval, azt akartam mondani, Krisz, hogy merre vagy, és hogy mikor hozol lombot? Nem sokára hozok lombot, mert most vágom a lombot. Mit szóltok, hogy karácsony van 6 nap múlva? Én azt, hogy Ja, hát én azt, hogy hova tűnt az idő már megint. Ja. Túl sokat telefonozunk amúgy. Te telefonozol sokat. Hát jó, de akkor neked is gyorsan eltűnt az idő. Nekem nem tűnt el gyorsan az idő. Egyetlen. Na, azt mondom, a Máté az nem telefonozik, és neki azt mondta, hogy nem telt el gyorsan az idő. Nekem meg olyan, mint hogyha 2 hete lett volna előző karácsony. Szóval, és én sokat telefonozok. Úgyhogy a telefonozás miatt megy gyorsan az idő. Ha valaki így észrevette, hogy milyen gyorsan megy az idő, akkor az azért van, mert hogy sokat telefonozol. És én azt, hogy oasztoach. Oasztoach. Én is azt szólom hozzá. Igen, azt szólom hozzá, hogy yeah, baby. Én ezt szólom. Ja, elég jó. Én amúgy annyira nem szeretem, amikor jön a karácsony, mert mármint, hogy amikor jön a karácsony, azt szeretem. Amikor már itt van, azt annyira nem szeretem, mert akkor már itt van, és akkor már jaj, ne már itt van, akkor már vége van, akkor már nem lehet. Akkor már nem várod a karácsony, meg ilyenek. Ja, bár amúgy azt mondtad, hogy itt spóroltunk majd a fával a tetején, ja. És itt van 264 fám, meg 10, és lombom meg egy se. Úgyhogy nagyon örülök neki. Let's go. Ja, de nem azt gondolnád, hogy a lombot azt több... Jó, hát abban több is kell, de nem azt gondolnád, hogy abban 100-szor több van, hát lombot azt milyen egyszerű már szerezni. Jó? Ja, én szerintem megfogom, és szerek lombot, és nem vágom ki a fát. Máté, hol vagy? Én most mentem emelletted 3 millisekund. Jó, de hát itt hoztam a lombot, akkor miért mész el? Mert hozok lombot magamnak, mert nem hozod. De most hoztam, hát most. Jó, most hoztál 30-at. 264 van, meg 3x64. Ez nem valami sok. Hát tudom, de hát most ez van. És mit csináljak? Hozzá többet. Na. Na. Let's go! Let's go! Máté? Nézd meg a csetet, hogy mit jönnek a srácok. Micsoda? Nézd meg a csetet, hogy mit jönnek a srácok. És kíváncsi vagyok, és valamiért olyan kíváncsi lettem, hogy mit jönnek a srácok. Let's Battlefield Live. Ezt írta valaki. Hú, amúgy ez nem hülyeség. A Battlefield. Ja, a Battlefield 1942. Azt amúgy játszodnak. Nem játszol most azt ezután? Fel van neked azt telepítve, nem? Hát jó, csak te nézni akarod a meccset, nem?
Ja, tényleg. Ja, tényleg, akkor ne játszunk, jól van. Ja, ne játszunk, mert a meccs az sokkal fontosabb, mint hogy a munkánkat végezzük. Hát sokkal fontosabb. A messze az mindennél fontosabb. A messze legfontosabb a világ történelemben. Ja, és látszok, tök jó ötletet jutott eszembe. Ugye van a GOAT, hogy a greatest of all time, és ugye ilyen kecskével szokták ábrázolni. Ja, van valakinek kedve, megcsinálhatja azt, amit a Chris mond, most mond. Igen. Egy minimális ilyen Photoshop tudás kell hozzá. Nem Photoshop, hanem ilyen képszerkesztés. Ja, na igen, igen, igen. És van a messziről az a kép, hogy a falon van, és ilyen kecske árnyéka van, mert hogy ő a GOAT. A greatest of all time. Na, tudjátok. És most eszembe jutott, hogy ugyanolyan kép, mint a Messi, hogy ilyen csak nem kecske árnyéka van, hanem egy ilyen csónak, vagy egy ilyen hajó. És nem greatest of all time, hanem best of all time, és akkor az boat. És az azt jelenti angolul a boat, hogy csónak. És ilyen csónak árnyéka van. Ja, az milyen vicces, hanem ja, a boat. A boat. Ja, vagy egy boltot adott eszel. Ja, a boat. Nem, a boatba. Na. 3, jó, és akkor így kimegyünk eddig. Let's go, baby. Odaadod a lombot. A lombot. Persze, györöm a lombot. Legyél ott a fánál. Ott a fánál találkozunk. Fönn vagyok a fán, gyere fel a létrával. Jó, vagyok a... Ott jön a Chris. Aaaaah, te vicces! Hia! Na. Hia! 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 Én nem tudom, srácok, de a karácsonyi streamek közben úgy el szoktam álmosodni valamiért. Ja, de amúgy valaki írta is a igen. Kommentben, nem, hogy ő is elálmosodott. Na? Na ez már a mennyiség. Köszönöm szépen. Már ott oda tesz mi? Az már ott van mennyiségileg. Az már ott van a szerelem. Na, mit értek, srácok? Az elképesztő boatos esetem. Boat. Boat. A boat is a best of all time. Boat. Best of all time. És a best of both worlds. Az a the best of both worlds. We have a racket to show. Have a racket to show. It's the best. Kinézte Hannah Montanát régen. Ja, hát szerintem nem sokan, mert fiatal srácok. Hannah Montana. Én néztem a Hannah Montanát, és csak a Jackson miatt néztem, mert meg a Oliver volt. Miatt, az jó. Yeah. Igen, és mindig így meg... És a, vagy az csak egy részben volt, hogy így megütögette a... De nem, az mindig úgy volt neki, nem, hogy így a sulis szekrényét így ütögetni kellett, hogy kinyíljon, nem? Mindig úgy... Ja, úgy igen, igen, és ilyen nézé, kombinációval nyitott ki. Már ilyen menő. Az Oliver. Let's go. Let's go, Oliver. Let's go, Oliver. Boldog karácsonyt is előre, kommandós vezetők. Nektek is most boldog karácsonyt kívánunk. Nektek is boldog karácsonyt előre. Let's go. Legyetek sokat ilyenkor a családotokkal, mert mostanában már elég keveset, hát nem tudom ti, vagytok ezzel, de mostanában elég keveset töltenek az emberek a családjukkal. Ja, hát olyan szempontból, hogy inkább, mit tudom én, telefonozik mindenki, meg... Igen, meg sorozatot néz, számítógépezik, stb. Ja. Hát magával tölti az időt, úgymond magára. És azért a családotok megérdemli, hogy velük töltsétek az időt. Ja. 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 Meg ne felejtsetek el megemlékezni Jézus Krisztusról, mert ez neki a születésnapja, igazából azt ünnepeljük, szóval igazából az a legfontosabb, hogy róla emlékezzetek meg. Hát,
tudom én, olvassatok a Bibliából, vagy ilyesmi. Ja. Akár így közösen a családdal. Kéne egy kicsit szaporítani a bárányokat, meg ilyeneket, hogy legyen több. Ja, meg levágom a bőrüket. Megnyúzom őket, a bárikat. Megnyúzod? Ja. Jó, na. Ide lehetne most rakni fákját, így. Nekem pont fordítva van, én beszélgetnék, erre a mamám vagy elmegy testvérehez, vagy az anyám alszik, vagy az apám kockul a gépen. Ja, és vagyok én egyedül testvér nélkül, de van macskám, meg kutyám. Aha. Ja, ez amúgy ismerős. Hát mondjuk mi ugye testvérek vagyunk, de nekünk is vannak olyanok. És megmertük ezt csinálni. A Máténak is biztos van ilyen pillanata, meg nekem is szokott, hogy mindenki gépezik, vagy telefonozik, vagy ilyesmi, és akkor nem lehet beszélgetni senkivel. Ja, ez nagyon hát, ja. Ismerős. Van ilyen. Ja, nekem is voltak olyanok, hogy így bennállok a szoba közepén, és így nézek körül, és mindenki ül és nézi a telefonját, és ilyen tök csönd van. Ja. És akkor így néz az borzasztó ember. Ez a... Ja. Ilyen. Ez a technológia. Igen, azt hiszi, így először mindig azt hiszi az ember, amikor jönnek ilyen, így fejlődik a technológia, hogy hú, ez milyen jó dolog, de amúgy nem jó, mert az, hogy kényelmesebb lesz valami, az sem nem jó. Az olyan jónak tűnik az elején, hogy valami kényelmesebb lesz. De aztán rájössz, hogy nem jó. Már mindenki tiszta, így be van dílizve már, mert annyian kényelmes mindenkinek az élete, hogy bedíliznek az emberek a nagy kényelemtől. Igen. Mi is azért szoktunk izélni direkt ilyen. Hát igazából, ha belegondolsz, a sportolás is, régen nem sportoltak az emberek, az is ilyen mesterséges, ilyen szenvedés igazából az embereknek, hogy ne dilizzél be, azért esik jól a sportolás, mert hogyha túl kényelmesen élsz, akkor bedilizzél. Akkor kell valami kényelmetlenség, hogy kiegyensúlyozza. Ja. No! Hölgy uram! Van egy, kettő, meg ágy, meg de Máté nem megy összefele, vagy nem, az nem baj. De megy, mindig egy blokkal. Igen. Jó néz ki amúgy, jó lesz. Király lesz, jó lesz, király lesz. Mindig egy blokkal megy össze, és akkor olyan jó magas lesz, tudod. Aha, hogy állsz lombilag, mennyi lombilag. Még van egy, kettő, három, négy. Szer 64 plusz 49, de azért szedhetsz. Jó, csak még most éjszaka van, majd lefelé. Hát aludhatunk. Igen, meg most hát gyorsan levágom a bárányoknak a szőrkéjét. Szőrke? Na. Lesz a meccs után Battlefield 1942 live? Hát a meccs után szerintem nem. De hogy te hát, hogy mennyi? Hát nem hiszem. Majd... Ezeket majd ilyen izékor szeretném elkezdeni inkább januárban, mert most inkább ez a karácsonyi hangulatot szeretném. Ja, hát az meg igen. Nincs, az ja. Meg nem karácsonyi hangulatú. Ja, de az úgy tök jó ötlet. Maga úgy videót is lehetne belőle. Apukám mert... üdvözöl Máté. Én is üdvözlöm őt. Ja. Köszönjük szépen, hogy néztek minket. Vagy nem tudom, hogy apukád nézze, de köszönöm, hogy üdvözölt. Na. Aludjban! Ja. Máté, alszol? Nem is alszom, mert nem is írja, hogy egy per két players sleep. Sigma Chris tried to swim in a lava. Tényleg megpróbáltam, amúgy csak mindenhol két blokk magas izé volt. Mármint, hogy mindenhol ott volt egy blokk, és nem tudtam kijönni. De amúgy ez milyen fura, ezt direkt csinálják, amúgy nem fura, hanem ez milyen gonosz már, hogy ezt direkt úgy csinálják, hogy ezek a lávatavak úgy generálódnak, hogy mindenhol két blokk ott van mellette, hogy ne tudják kijönni. Dagonik. Nem. Hány réteg van eddig? Négy? Négy, igen. Meg a királyú fog kinézni már út helyi. Nagyon jó néz ki. Ha nagyon jó. Nagyon jó néz ki. Na. Die. Ziecs. Ziecs. Máté szerintem, hogy... Tényleg, hogy azt láttátok tegnap, hogy elverték a horvátot a Marokkót. Epic vote. Erőltem neki.
Horvátok megérdemlik, azok jó játszanak, a horvátok. Nem? A horvik. Horvát töcskek. Töcskek, töcskek, horvát töcskek. Töcskek, töcskek, horvát töcskek. Na! Kezdhetődik a következő réteg megépítése. Ziyech. Ziyech. Let's go! Krisztián, szerinted itt már kezdődhet így összemenni a teteje teljesen? Tudod, hogy így egy blokkonként megy így össze. Hát, nem, szerintem ugyanígy fajtasd a legtetejéig. Hogy mindig egy blokkal beljebb megy. Szerintem az úgy mega jó néz neki. Hát nem egy blokkal megy beljebb. Hanem? Hanem kettő blokkal megy beljebb, hanem és utána jön egy új réteg. Csilió, lilió. Igen. Igen, ez komoly. Neked mi bajod van? Mi semmi. Te ököl. Semmi. Ököl. Semmi bajom nincs. Hagyj. Hagyj. Mindig felé rakok. Mindig feliratkozol? Mindig felé rakok. Feliratkozol? Hú, de jó. A srácok feliratkozhatnak, ha esetleg nincsenek. Ja. Van olyan, aki most jut eszembe. Nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy a srácok mindjárt jelentik a chatba, hogy mennyi like van a videón, és minimum 1000. Hát, én is nagyon remélem, hogy minimum 1000. Na szóval, srácok, mennyi like van a streamen? Minimum 1000. Nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy minimum 1000. Ez csak 2. Így. Csak 2 like on stream. Nem. Hanem egy megy fel. Vagy mi? Egy like megy csak fel. A streamben. Vagyis rácok, csak most nagyon kell koncentrálnom, hogy most mi van. Most hirtelen nem tudom. Így. Ja, így legyen. Okay. No. Létrám az már elfogyott. Tudsz csinálni létrát, Krisz? Máté, benn vagyok erdő közepén, és lombot vágok. Úgyhogy ezt most felejtsd el, sajnos. Azt most felejtsd el, sajnos. Na, hány like van a live-on? 500. Az kritikusan kevés, srácok, gyorsan. Like. Mert a like. Mert a like, srácok. Mert a like, srácok. Let's go. Mindenki, aki még nem lájkolt a live-ot, az lájkolja, meg kell legyen az 1000 like. Ugyanis, hogyha meg lesz az 1000 like, akkor még ez egyszer utoljára mindenki láthatja a hajamat. Ez így nagyon béna, hogyha így van vége. Nem tudom, hogy néz ki kívülről. Mindjárt hazamegyek, akkor azt megnézem. Hát azt akarom kérdezni. A majom pityuska. No! 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 Megőrült kenduram! Megőrült kenduram! Jó. Oké. Okay. Szerintem annyi nem kell. Nem kell olyan sok lomb. Na, srácok, mindenki lájkoltam a streamet. Mindenki, aki itt van a streamen, annak lájkolnia kell. Szóval, mennyi néző van? 518. Egy milliárd. Milyen 518? Minimum 1 milliárd, én azt hittem. Ja, tényleg. Hopsz. No, leesett, no. 518-an vagyunk, srácok. Ami tök jó. Jól nézitek ezt a izét, mert amikor így... mit tudom, forzázunk, meg ilyesmi, az mindig ilyen, csak ilyen 3-400 max, vagy ilyen, mikor fifáztunk, az is ilyen 200-300. Hát az nagyon gyenge volt.
Itt meg bármikor streamelünk ilyen karácsonyi Minecraft sorit, akkor mindig ilyen 5-6. Na most már egy utólag örülök, hogy ilyen gyengén teljesített a FIFA amúgy. Ja. Hát amúgy én is úgy voltam vele, hogy azt meg építs följem. Még egy kéne, még egy a tetejére. És akkor ilyen, az ilyen magas hegyes. De nem, amúgy ha így mész főfele, akkor az, ez olyan epikül néz ki, mint az állat. Mert jó, azért viszont kell még lomba elfogyott. Lompő. Még mert a témát is jön a lompő. Igen, csak nem tudsz feljönni. Mert nem építettem már ide be a... Azért. Megőrült! Megőrült! Jó, hát akkor kivágom. Két létre van még nálam. Mondjam. Nálad van még létre. Nem lehet berakni a lombot. Ja, mert nincs törzs, mi? Aha. Mi nem a lombot, a létrát. Ah, csak a törzs le lehet. 464 lomban nálam, Máté. 464 lomb kell, ez a 464 lomb. Remélem, meg gán. Jaj, bocs, nem akartak lelökni, majdnem. Kösz. Hát annyi már nem kell. De még egy tízes. Hát odaadom mindet, hogy jó. Már... Na menj le. Nekem nincs szükségem rá. Menj le, majd leugrálok. Kösz. Fával felépítem magam. Hát majd kiütök neked jeget, azt itt leugrasz. Mit szólsz? Nem kell. Le tudok ugrálni. Jó. No. Szóval... Jó. Már te úgy nem kell a végéig menjen a szavazás a... kopaszos, nem? Hát, nem felesleges. Hát felesleges, csak most nem tudok vele foglalkozni, most lombot építek, te! Ököve. Ököve. Jó. Ez így kimegy, ugye? Így, ez itt tökéletes. Ez is. És akkor jön még egy réteg. Az már csak ekkora. Szerintem az már ne legyen ilyen. Ez megőrült. Mi az? Hát itt a lév próbál fölmászni ágyunkhoz a őrült Enderman. Igen. Vágom. Amúgy nem, mert úgy meg a hat másik. De mindegy. Azt a de jó néz, jól néz ki. Így jó. Nagyon király. Építsen még egy följebb a tetejét? Nem, így jó. Sőt, még ezt azt le is szeteted. Mert hogy így? Így. Ja, így tökéletes. És ha így vágnám, így nem jobb? Nem. Úgy jobb volt, ahogy előbb volt. Jó. Oh-ho! Let's go! Max annyit lehetne, hogy a alsó kettő peremet, azt még... Azt, hogy ott már kettő elmegy ki. Nem az, itt a legalján. Hát gyere majd le, és majd meglátod. Jó. Hogy így, tudod, hogy így... Meg kicsit ilyen, inkább ilyen kúp alakúnak tűnik. És kicsit inkább ilyen izék kéne legyen, tudod. Tudod, hogy egyre szélesebb a lefelé. Tudod. Nagyon király. Nagyon király. Gyere ide, szaladj ide. Még eléggé belesüt a nap, de mindegy, amúgy jól néz ki. Osztóa. Nagyon jó néz ki. Ja, elég jó. De nekem mészebb a shaderom, mint neked. Neked nem száll, vagy miért? Hát olyan, mint nekem más. Vagy nem más? Nem, ugyanolyan. Igen, ugyanaz. Aha. Na, srácok, jó néz ki? Ja. Aludjunk egyet, és akkor reggel arra pont rá fog világítani, ja. Mert így nem jó, meg nem látjuk. Az a kérdés, lehet, hogy jól néz ki, de olyan néz ki olyan jól, mint a... Nem hiszel. Takarodj már házunkból, te barom! Aludj! Máté. Nyugalom. Nyugalom. Aludj! Nyugalom! Nyugodj meg! Aludj már!
Nyugodj meg! Ne! Áááá! Megölt! Ne! Ja! Nyugi Máté! Elbánok vele! Elmenekült a majom őrült! Azt hittem, itt nem ér el, ide bebújtam. Hogy ért itt el az a csaló? Mert egy blokkal arrébb van. De hülye vagyok, ide kellett volna bejönni, nem? Let's go, füves blokk! Megölted? Ha ide ültem volna, akkor meg tud ölni. Hogy? Ha ide ültem volna, akkor meg tud volna ölni. Szerintem ott nem. Igen, még. Mert itt így, ha ide jön, akkor itt tud sebezni. Hát de ez nem három. Ez nincs három blokk. Nem tudod. Tök mindegy, egy blokk a melletted van. Szerintem nem. Hát... Egy kicsit meg lehetett volna. Hát még nem tudom. Azt mondom, hogy a alját kicsit így híjjel kéne szélesíteni. Ja, hogy, kell, hogy, ne, hogy még egyel szélesebb legyen. Igen, hogy az a alja az így ne egyenesen arányosan szélesedjen, hanem egyre jobban szélesedjen. Tudod, hogy ilyen... Igen. Tudom, hogy miről beszélsz. Mondjuk a alulról a harmadikat, azt még egyel, és akkor a izét azt ugye még kettővel, és a izét azt mondjuk még négyel, mondjuk a legalsót. Tudod, és akkor... Az úgy... már nagyon sok. Minden egyelőre így jó, azt majd tudjuk izélni. Akkor mondjuk a másodikat azt egyel, és a alsót meg kettővel. Hát az úgy jó. Jó, akkor azt megcsinálom. Ja, de csak az alsót, nem? Csak ezt a réteget, nem hát a... Hát szerintem a másodikat azt egyel szélesebbre. De úgy értem, hogy... Ja, persze, csak az alsót. Igen, hogy... igen. Ahogy mondod. Hú, milyen lassan így bejelenik, hogy berakod. Nem így egyből ad a terem, hanem így ilyen lassan így előjön. A lomba, hogy így odalakod. Igen. Ha valamiért, nem tudom miért. Megetetem a barikat. Eltejtsd. Meg is etetem. Szegények. Szegények, ők is hadd legyenek már itt ilyen halnak már lassan. Lassacskán. Csak a rest. Ugyanígy, csak kettővel. Jó. Lehet, hogy még kelleni fog lomb. Nem kell. Hey! Viszont így lehet, hogy ilyen fog kinézni. Amúgy. Ezt meglátjuk. Ezt nem hiszem el. Igen, én is gondoltam rá, de... Ezt mégis tudja. Igen. Fújjúj! Itt majdnem nagyon összeér. Na mindjárt kiderül, hogy néz ki. Jó, ha elfogyott az összes. Hát így jobban néz ki. Aha, tényleg jobb. Sokkal jobb, csak lehet, hogy még a tette, vagy a fölötte lévő blokkokat is kiebb kell nézni. Na mindegy, jó lesz így. Most igen, csak akkor ugye ezeket is még egyek kiebb. Van már színes gyapjú? Nem. Miért nem? Hát mert... Most nem tudom, hogy... Ja, mert a csontport akarottam. De most van is, 13 csontporom van. Uh-huh. Úgyhogy most azért van már.
ilyen ferneket, meg ilyeneket levágtam ollóval. Amúgy azt elmehetnénk, jössz, mert az nagyon hamar meg, a komposztert nagyon hamar megtölti. A fern, meg ilyenek. És így hozol ollót, és akkor elmegyünk, és ferneket vágdosunk, akkor lehet csontport gyártani. Meg ilyeneket nézd. És miért kell csontport? Ja. Ezt levágod. Hát... Jó, na, oké. Okay. Ide nyomj egy, ezért. Ez itt van a fern. És ide nyomj egy csontport. Várjál. Meg ja, meg... és a fernre rá? Nem. Vagy a földre? Csak a földre, csak minél nagyobb területet itt körülötte, hóval el kell. Aha. Ja, de Máté, ne így beszélj, hogy izé. Hogy így. Így ne így beszélj, hogy így benne van száda izébe. Nem úgy beszélek. Minél nagyobb területet el kell havasítani. Mert hogy ne legyen hó. Itt. Ez komoly. Ezt kell tennünk. Ja. Jó. Jó, ez már egy egész nagy terület, és oda nagyjából közepére nyomj rá. Jó, oké, ott a piros virág. Jó, és akkor... Van még virág? Oké, és akkor ezeket meg szedd ki. Ja, és akkor ez így duplikételhető csontpor. De tudom, ugye, Gábi. Csontpor duplikét glitch. Jó, sárga virág. Ha ollóval szedem le a virágot, az baj. Szerintem nem. Basszus, amúgy így lehet izét farmolni, csontport. Várj, eddig megnézzük, hogy mennyi csontpor jön vissza. Jó, három, ez megint piros ja, ez virág. Három. Próbált meg ollóval kiütni a virágot? Jó. Ja, ugyanúgy kiadja. Jó. Az jó. Okay, jó, és három. Akkor szerintem én is csinálok magamnak területet, adjál már egy pár csontport. Kösz. Tehát. Na, és akkor fogom, és mindjárt megnézem a komposzterbe, hogy mennyi. Ezek a füvek mennyi, hogy hívjákat adnak. Ja. Négy csontport használtam el eddig, okés. Jó, és akkor mondjuk és... ötöt használj el, és nézd meg, hogy mennyi jön vissza. Ja, most már benn vagyok a házba, úgyhogy akkor most megnézem. Oké. Okay. Négy. És mi ez? Grass? Jó. Srácok, akinek homályos a stream, az állítsa fel a minőséget. Jó. Hát sajnos nem jött vissza négy, úgyhogy... Igen. Ja. Mennyi hát talán három. Ó, persze. Hogy ne. Jó. De amúgy az is lehet, hogy van, amikor több jön vissza. Hát én kettőt használtam el. Jó, hát mondjuk én mondjuk többet is vágtam, mint csak ez. Nagy virág kéne, mert abból lehet farmolni ezerrel a virágot. A dályokat, ja. Tényleg amúgy ebben nem, erről nem lehet, hogyha mondjuk lerakod a dandeliont. Vagy ilyesmit. Dald. Szerintem erről nem. Hát próbáld már ki. Nem, nem csinál semmit. A nagy virág kell hozzá, sajnos. Azt random így nem spawnolhat be. Így, hogyha így csak így a fűre teszed a... Mondom, így nem spawnolhat be nagy virágot. Jó, nekem már most visszajött a három csontpar. Ja, szerintem akkor én csak nagyon szerencsétlenül jött a helyzet. Jó, négy. Mert van, amikor ilyen nagyon sokat növeszt, és van, amikor semmit sem igen, növeszt. Azt tudom, hogy a fern az szinten bár ráteszed, és az összesből kapsz egy szintet a komposzterbe. Aha, már hat, már duplán visszajött. Hét. Jó, és szerintem ennyi volt. Ja. Hogy egy hetet szereztem vissza. A három üzébe? Hát meg még pluszba ugye elvágtam itt ki ferneket, meg ilyesmiket, szóval azért nem biztos. Szerintem egy hármat szerintem simán visszaszereztem belőle.
Hát reméljük. Megnézem, hogyha egy dandelionra. Na, nem lehet rányomni a csontpart. Akkor muszáj nagy virág, de azt honnan szerzel? Magas virágot. Nem tudom, majd szerintem körbe szaladgálok, azt megnézem. Kell még olló. Ja, van még ollom, de csak egy pici. Virágos mezőn lehet, tudjuk, csak... Csak single biomba vagyunk. Single biomba, igen. Mert a nagy virágra, hogyha ráteszed a csontport, akkor kidob magából virágot. És akkor csak beállítod egymás mellé a nagy virágokat, és akkor csak így farmolod a virágot. Hát igen. Ja, és eltört az ollom. Jó, most nekem is 8 bombimből 10 jött vissza, úgyhogy most ez így jó út. Hát igen. Ja, van még nálam vas. Jó. Let's go! De akkor csak piros meg sárga lehet sajnos. Tudod? Igen. Azon gondolkozom, hogy az hol, mert a sima. Vagy azt hiszem, ott is pedig fenyőerdő van. Igen, csak nem a teles. Mindjárt majd fogom és körbe szaladgálok. Megnézem. Hogy? Mit nézel meg? Azt, hogy... hogy van-e nagy virág. Csak aludjunk meg. Nincsen. Már. Honnan tudod, lehet, hogy nem lesz. És ha van, akkor... nem is tudom, mit csinálok. Jó, egy. Osztrát, ez egy fákját. Osztrát, ez egy fákját. Jó, és szinte semmelyikből se jön ebből a fűből, úgyhogy... ez nehéz lesz. Hét kéne visszajöjjön. És eddig visszajött 3, 4. Most 3 egymástan. Ja, van, amikor nagyon jól megy, és utána van, hogy 25-ig nem jön semmi. 25-öt belenyomsz, azt nem jön egy sem. Jó, 6. És akkor még egy kell visszajönni, és akkor már meg is jött 20-ból. Hát nem jött vissza sajnos. Úgyhogy 7-ből 6 jött vissza. Szomorú. Hát az szomorú. Szomorú. Szomorú szamuráj. Milyen shadert használsz? Komplementári shadert. Most a Krisznek is benn van a shader. Ja, let's go. Tök jó. Ja, most én is ilyen szépen látom a világot. Nem is ilyen alapul. 25! Neked mennyi virágod van? 25 piros és 6 sárga. 16 piros és 6 sárga. Az igen. Akkor az egy piros karácsonyfa lesz. Ja. Más szint? Hogy tudunk még valami másfajta szint? Szerintem a sárgát meg pirost összerakunk, akkor barna lesz. Úgyhogy marha jó. Na. De hát amúgy tudok, lehet még így szedni. A távolba. Tudod, hogy kitől lehet venni virágot? Hát a Traveling Merchant-től. Attól lehet ám venni virágot, tudod? Igen. Persze. Jó, hát akkor majd úgy csináljuk, hogy... Majd fejleszgetjük a karácsonyfát. Csak ahogy az kéne emeraldot szerezni, az meg kéne falusi zombi, meg ilyenek. Jaj, de nem tudok rakni. Honnan fa van. Malacka. Hello, malacka. No! Ne üvőcs már, te üvőtő. Te üvöltődög.
Ott egy malacka. Üvödög. Ez az üvöltő dög már, te is rácok, ti ezt elhiszitek? Raktam minden a fákját, hogy világítson a fa. Boldog karácsonyt! Mindenkinek boldog karácsonyt, srácok! Juhú! Mindenkinek boldog karácsonyt! Let's go! Jó. Na, akkor már csak a díszeket kell rárakni, meg fákjákat a díszekre, és akkor kész. Szóval a díszek azok színes gyapjuk lesznek. Szóval jó. Igazából, ha belegondol az ember... Na, mennyi gyapjud van? White wool itt van. Akkor abból csinálok. Várjál! Na, van 53. Sárga dye, és a red dye-t, meg a sárga dye-t összerakom, akkor orange dye jön. Uh-huh. Hát akkor az még plusz egy szín, ami lehet. Igen. No! Most mit tegyek? Nekem virág nem kell, úgyhogy az összes eset megcsinálom. Karácsunk, hogy csináljatok egy korona alakú mézeskalásot, hogy mindenhol jelen legyen, hogy a kommandósok a legnagyobb királyok. De wow. Nem, mert akkor a mézeskalácsok a legnagyobb királyok, nem a kommandósok. Ja, mert hova kell csinálni? Hát csináljunk egy korona alakú mézeskalácsot. Hát jó, csak mézeskalács. Van a Minecraft a mézeskalács? Nem. A való életben mondta. Ja. Tényleg, látod az jó atlát. Látod, nem mondta a hülyeséget. Mert tényleg a kommandósok... Jó lett ez a hóember, nagyon. Kommandósok, de a legnagyobb királyok. Tudod, mi a bajom ezzel a fával? Mi a bajod? Rossz helyen van. Nem ide kellett volna építeni. Hát... Akkor miért odaépítetted? Mert te mondtad. Hát szerintem jó helyen van. Ide kellett volna építeni. Szerintem tökéletes helyen van az a ide kellett volna építeni, mert látszódna akkor. Amúgy innen távolod, tök jól néz ki. Így is látszódik. Nem, srácok? Ott milyen jól néz már ki. Miért lenne olyan a hóember keze, mint a bemutatna? Miért olyan a keze? Az egy bot, és ott van három ujja van. Nem olyan egyáltalán. Nem olyan egyáltalán. Orange és pirosból mi lesz? Tényleg azt mondom, hogy megnézem, hogy abból meg lehet-e valami másfélét. Orange és piros, szerintem abból semmi nem lesz. Igen, és orange és sárga, abból se lesz semmi. Hát orange, ez majdnem sárga, szóval abban nyilván nem ez hát semmi. Igen. A traveling merchantot tudunk venni, kell szereznünk emeraldot, és akkor úgy tudunk. Ugye venni. No. Meg ugye fehéret tudunk meg lerakni. Ja, de hát fehér, ez most, hogy nézzük ki. Igen, meg azt is csináljuk még már, hogy lánc. Láncon lóg. Azt is megcsináljuk, hogy nem a tetején van, hanem a láncon lóg. Hm? Mi? Hát a dísz, tudod, hogy lánc, és akkor oda teszed a vult. Lehet láncot rakni a lombra, szerintem nem. Meg kell nézni. Nézd már, itt van 53 white wool. Hozok le vasat. Itt van nálam. Ja, jó. Három. Hát egy. Csinálj négy. Egy. A négyet csináltam. Ja, és akkor nézd meg. Ja, lehet. Igen, rá lehet lakni. Let's go! Juhú! Azt a milyen király lesz így! Let's go! Juhú! Tudod, mit lehetne még? Na. Hozz egy lámpást. Hm? Az hol van lámpás? De nem fákját kéne oldalára rakni a dísznek? Hozz egy lámpást.
Jó, hol van lámpás? Csinálj egyet. Hogy kell csinálni? Hogy megcsinálsz is kell? Na. Lantern, nugget, meg tarcs. Oké? Kóka, elcsinálom tarcsat. Jó. Oké? Meg nugget. Jó. Hol a bot? Ja, itt van. Oké. Ez nagyon jó lesz így. Ti most jelenleg hány évesek vagytok? Én 23. Én meg 29, és február 4-en már 30 éves leszek. De amúgy tök mindegy, mert nem érzem magam 30 évesnek egyáltalán. Mert szuper, hiper, szuper, mega hiper, szuper egészséges vagyok. Úgyhogy körülbelül olyan 20 évesnek se érzem magam igazából. Na jó. Aha, elég király. Ja. Úgyhogy hát most 29 vagy 30 leszek február 4-én. Ez így jó lesz. Jól van. Na, hát ez még nagyon sokat kell farmolni, Krisz. Szerintem, hogy ezt mert? Mi feldíszítsük fullra. Miért? Úgyhogy szerintem a következőben ezt díszítsük fel, mit szólsz. Hát jó, de miért kell sokat farmolni? Hát mert kell ugye még vas. Uh-huh. Mert a chain az elég drága. Igen. Igen. Plusz ugye a wool, meg a csontpart kell nagyon sokat még. Aha, azt el kell menni, és ferneket kell ütni. Igen, igen, igen. Ja, hát jó van, hogyha a meccset akarsz nézni, akkor muszáj mennünk már, mert jön már az a hülye meccs. Hát igen. És a Máténak fontosabb a foci meccs, mint ti srácok. Ti el tudjátok ezt hinni. Nem csak... Ti el tudjátok ezt hinni. Nem, csak jön a meccs, úgyhogy mennem kell, és itt hagyjuk srácokat. Nem. Hát de most mindenki más is megy nézni a meccset. Nézd meg, meg el is tűnt mindenki, mert már megy jön a meccs. Úgyhogy... Igen, nem nézd tűntem meg. El. Úgyhogy amúgy se ezt néznék a srácok, hanem a meccset, úgyhogy... Igen, srácok, inkább a meccset néznétek, mint az elképesztő kommandósokat, akik a legnagyobb királyok. Jó, jó lett, srácok. Jó. Tetszik nektek a díszítés? A fán. Hogyha egy teli lesz így lógatva mindenhol, szerintem nagyon jól fog kinézni. Szerintem is nagyon jól fog kinézni. Szerintetek kinyeri a foci VB-t? Nagyon remélem, hogy Argentína, de szerintem... nagy esélye van Franciaországnak megnyernie, de nem tudom. Nagyon remélem, hogy Argentína, mert a franciákat nagyon nem szeretem, és argentinokat meg nagyon. Úgyhogy, ja. Én argentinokat szeretem. Viszont azt olvastam, srácok, hogy 88, az szól Argentína mellett, hogy 88 ezer stadionban van a VB döntő, és 88 ezer néző közül 82 ezer az Argentína szurkoló lesz. Úgyhogy, mint hogyha otthon játszana Argentína, nagyjából olyan lesz. Teli lesz Argentína szurkolókkal az egész stadion, 82 ezer szurkoló jó, lesz ott. Jó, van őle már. Na. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy Argentína győz. Azt de jól néznék, és így világít is. Ja, ez föl lesz díszítve, akkor ez lesz a Megabang királyos legkirályos díszítés. Azért már megint nem működik amúgy a Streamlabs. Igen, mert mit csinál? Ja, chatben? Aha. Chat moderation-os. Streamlabs-ation-os. Ja, nem tudom, hogy miért. Ja. Jó van, na jó van, köszönjük szépen srácok, hogy itt voltatok. Ez nagyon király lesz ez a karácsony, ha már most látom. A következő streamen feldíszítjük, csak hát több nyersanyag kell, de így nagyon jól fog kinézni, de több nyersanyag kell, mint gondoltam. Ja. Úgyhogy elég király lesz. Nagyon örülök neki, hogy ilyen jól sikerült. Ugye, Krisztián? Ugye, Krisztián? Ugye, Krisztián? Uh-huh. Jó. Shaders Reloaded. Azt csinálta nekem. Az a F4-et, ha megnyomod akkor. De nem nyomtam meg F4-et, a R-t nyomtam meg.
Aha, R betűt megnyomos. Ja, igen, és reloadolja a shadert. De jó. Ja, tök jó, na, mehetünk. Jól van. Na, még utoljára itt táncoljunk egyet a tűz körül. Let's go! Építettek a karácsony fa alá ajándékokat? Igen. Persze. Jó, akkor benyomom a zenét. Who the yo, let's go itt a tűz körül. Juhu, de jó, itt a tűz körül. Tűz körülök rájuk, egy jó fiú. Mert jó lesz a tűz körül. De jó nekünk. Gyere ki a karácsony fa alá. Jó. Nézzük meg a karácsony fát. Még nincs feldíszítve. Mert nincsen feldíszítve. De nem baj, de nem baj, mert fel lesz díszítve. Ha mi új gúcs sincsen karácsony, ne ordi bejel, miközben énekelek. Hú, di jó, hú, di jó, a karácsony fi jó. Hú, di jó, a karácsony fi jó. Yeah, baby, jó. Let's go, let's go. Hú, de jó, a karácsony fa. Anime lover, ne spamolj a chatbe, jó? Mert kapsz egy... Kapsz egyet. Taslit. Hú, de jó, a karácsony fa. Hú, de jó, ho, 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 ho. Eszek egy kis kaját, mert nem tudok sprintelni. Máté, de be is rakhatjuk majd az izét. Jó, miket? Vagy ne? Fával rakjuk be alatta majd. Szerintem, srácok, ez még ma fölkerül ez a stream. Úgyhogy... Igen, ja. Ja, és rájöttünk a Mátéval, hogy hogy lehet. De ha nem, akkor legkésőbb holnap. Vagyis rájöttem, hogy hogy lehet sok stream, vagy sok videót a streames csatornára, és a Máténak mondtam, hogy majd le fogunk ülni a hosszabb stream sessionökre, és több játékkal is játszunk egymás után. Jaja. És akkor az mit tudom én, három játékkal játszunk, mondjuk 5 órán keresztül, és akkor az 3 videó a streames csatornára. És akkor úgy, az úgy tök jó. Ja, és tök jó. Jól van. Nagyon köszönjük szépen, srácok, hogy itt voltatok. Ez egy nagyon jó stream volt, nagyon sikeres volt, ugyanis sikerült megint befejezni. Nagyon örülök, ezek a karácsonyi streamek nagyon jók, mert mindig sikerül befejezni azt, amit eltervezünk. Ja. Úgyhogy szuper, mega, hiper, szuper, mega. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, srácok, hogy itt voltatok. A chat már megint nem működik, de talán nem is érdekel, mert valamit kezdek vele. Jól van. Jól van, köszönjük szépen, srácok! Jó meccsnézést annak, aki nézi, és ja, tényleg, nem tudom, hogy mikor találkozunk legközelebb. És nem tudom, ki írta, hogy a 127 fekvőtámaszt megcsinálta a stream vagy elején. Vágjátok fel a streamet 3 részre. Igen, ezt csináltuk elején, de nagyon inkább az nehéz, az körülményes. Nagyon. Nem is az, hogy körülményes, csak én azt mondtam a Máténak, hogy ez nem jó így, hogy hogy külön vannak a streamek, akkor egy stream, azt leül az ember, és tudja végignézni egy videót. Hát igen. Jó. Inkább úgy fogunk streamelni, hogy jó legyen. Igen, a streameket fogjuk úgy csinálni, hogy mondjuk leülünk, és mondjuk másfél óráig streamelünk egy játékot, és aztán utána másfél óráig streamelünk még egy másikat, és utána másfél óráig streamelünk egy harmadikat, és 4,5 órát streameltünk, és 3 streamünk van, és akkor az külön 3 stream föl a streamet csatornára. Streamy, lemaradtam! Ezt nem hiszem el! Jaj, ezt nem hiszem el. Viszont a szavazást még a Máté nem zárta le. Igen, úgyhogy le is zárom. 1200 szavazat. Wow! Nem rossz. Úgyhogy le is zárom. Igen. 60% és 40%. Igen. Let's go, Krisz! Úgyis csak útban van. 60% és nojj, ne tégy ilyen ostobaságot, 40%. Let's go! Na, akkor a srácok is, hát a többségetek egyetért velem, de az elég nagy százalék, az nem szeretné, hogy levágjam a hajamat. Hát, ja, megvan az 1000 like a streamen. Mennyi like van a streamen, srácok? Mennyi like van a streamen? Srácok, mennyi like van a streamen? Megnézem. Élőbe megy a stream. Wow, milyen fura. 670. Hát akkor sajnos nem láthatjátok. Most utoljára láthattátok volna a hajamat. Ja, de nem volt meg az 1000 like. Mielőtt levágom. Úgyhogy... De nem volt meg az 1000 like, úgyhogy sajnos ez van. Ja. Úgyhogy így jártunk. Aki írta a stream elején, hogy mondjan a Máté egy fekvőt, azt is annyit lenyom, és 127-et mondott a Máté, az lenyomta. Szerintem már nincs is itt. Írjon a chatbe. Itt vagy még, akinek a streamnek elején mondtam, hogy nyomj le 127 fekvő támaszt? Ki volt az, hogy hívták? Nem tudod. Nem tudom már.
Mikor lesz Máté Hardcore? Szerintem, amikor majd nem lesz ötletem. Amikor piros hó esik. Nem. Jövőre most már tényleg én is szeretnék kezdeni el videót vágni. És akkor sokkal több videót tudnánk gyártani, hogyha én is vágnám a videókat. Ja. Mert ugye a videót... Srácok. És akkor lehet, hogy lehetne mindenféle hardcore, mert akkor duplányi videót fel tudunk tölteni. Hát. Ja. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Még a jövőt mi se tudjuk. Ja. Pedig aztán az émi, sok mindent tudunk, de a jövőt meg mi sem. Na, köszönjük szépen, srácok, hogy itt voltatok. Let's go! Köszönjük szépen a rengeteg támogatást, és hogy néztetek végig a streamet, meg fogjátok találni a Commando streamek csatornán, ami ott van a leírásban, és iratkozzatok fel, mert az a legkirályabb csatorna ezután. Úgyhogy... Ja. Igen, és előre is boldog karácsonyt minden kedves kommandósnak, kérünk szépen titeket, ne felejtsétek el, hogy a karácsony Jézus Krisztusnak a születésnapja, azért ünnepeljük, és róla emlékezzetek meg, még így karácsony előtt is nyugodtan, nem fogtok belehalni. Ja. És igen, és töltsetek minél több időt a családotokkal, és mondjatok le ilyen személyes dolgaitokról, hogy ne csak ti érezzétek jól magatokat, hanem a családotok is minél jobban érezze magát. Ja, például egy nagy ölelést adtok mindenkinek, én is azt szoktam, és ez tök jó. Nagyon jó érzés. Ja. Főleg a nagymamámnak is, mikor megölelem, látszik rajta, hogy nagyon örül neki. Ja. Úgyhogy igen, ez nagyon fontos. Na jól van, srácok, mi is megyünk. Hajrá, Argentína! Nézzük a meccset, meg föltöltöm szerintem a streamet, úgyhogy ezt fogjuk most csinálni. Meg iszok egy jó nagy teát, mert az tök jó. Jó faurau teá. Úgyhogy ja. Na köszönjük szépen, srácok, szevasztok, hello! Na, kikapcsoltam a streamet! Na végre! Na végre kapcsoltam a streamet, na! Na, azta! Ez most tényleg fájt! Na, kikapcsoltam a streamet. Várj, Krisz, várj! Véletlenül nem kapcsoltam ki, ezt nem hiszem el! Jaj, ne! Bakker! És most hirtelen ide szaladtam, és azt mondtam a srácoknak, hogy nem láthatják ma a hajamat, mert nem lett meg a 1000 like, és most mégis ide jöttem. Te barom! Nem láthatják utoljára a hajamat! Nem is hallják, hogy mit mondasz, te ökörke. Ja. Na, menjünk! Ó, már csak 8 perc van!